A képviselő testületnek elsődleges célja volt, hogy olyan önkormányzati tulajdonú gyártócsarnokot létesítsen, amely helyet biztosít betelepülő cégeknek. A pályázat benyújtása előtt több cég is jelezte, hogy az üzemcsarnok megépítése esetén gyártókapacitását Fehérgyarmatra helyezi át. A projekt célja a vállalkozások számára vonzó vállalkozói környezet és üzleti infrastruktúra kialakítása. A képviselőtestület és jó magam is azt szorgalmazzuk, hogy minél több befektető, illetve munkaadó jöjjön a város területére, hiszen ezen a területen jelentős lemaradása van Fehérgyarmatnak. Ennek az ötletnek a szellemében döntöttük el azt, hogy mi építjük meg ezt az infrastruktúrát, tehát mi építjük meg az üzemcsarnokot, és ezt rendelkezésre bocsátjuk azoknak a cégeknek, akik szeretnének Fehérgyarmaton értéket előállítani és embereket foglalkoztatni. A célok elérése érdekében kialakításra kerül egy 2 hektár nagyságú ipari terület. Ezen fog megépülni egy körülbelül 4500 négyzetméter nagyságú gyártócsarnok, raktár, iroda és szociális blokkot tartalmazó termelő tevékenység végzésére alkalmas épületegység. Ezen kívül még kiépítésre kerül telekhatáron belüli alapinfrastruktúra és közlekedő felület. Amit vállaltunk a pályázatban, az az volt, hogy legalább 2 betelepülő új vállalkozásnak ad helyet, biztosít helyet ez a létesítmény. Most jelenleg 3 konkrét jelentkező van. Az egyik jelentkező az kerti kisgépgyártással foglalkozik, tehát összeszereléssel. A második jelentkező az ipari tartályok fröccsöntésével, illetve egy iparú szivattyú gyártásával foglalkozó cég is jelezte, hogy szívesen betelepülne az új létesítményben. Ezeknek a cégeknek a kiválasztására a képviselőtestület fogja kimondani az igen, tehát ez azt jelenti, hogy minden céget meginterjúlunk annak érdekében, hogy konkrétan írják le, hogy mennyi új munkahelyet kívánnak létrehozni a városban, és bízom benne, hogy a képviselőtestület is ennek birtokában azokat a cégeket fogja kiválasztani, akik a legtöbb helyi munkavállalót fogják foglalkoztatni. Fehérgyarmat a közeljövőben nem csak ezzel a beruházással gazdagodik, hanem szintén topos forrásból mintegy 500 millió forint értékben nyár elején kezdik el építeni a kerékpárutat, ami a város teljes egészét átszeli, valamint a Fehérgyarmat és Kisar között lévő kerékpárutat köti össze a Cégénydányádi kerékpárúttal. A területi operatív programban pályázott a város piaszcsarnokra is. Ez a beruházás volt az, amelyről azt hittük, hogy a leggyorsabban valósul meg, hiszen már úgy nyújtottuk be a pályázatunkat, hogy konkrét terveink, építési engedélyes terveink voltak. De sajnos ugye a piacon jelentkező jelentős építőanyagár növekedés megakadályozta a beruházás elindítását. A kormányhoz kellett fordulnunk annak érdekében, hogy egy 120 millió forintos támogatás, plusz támogatási igényel segítsenek bennünket. Ami jó hír, hogy ezt a támogatást a magyar kormány biztosította, megjelent a magyar közlönyben, és így most már minden akadály elhárult az elő, hogy a piaszcsarnok építése a tavasszal elkezdődjön. Én ezután szeretném megköszönni a magyar kormánynak és dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő úrnak a segítségét. A település környezetét javítja továbbá a zöldváros pályázat is, amely a város közterületeinek a megújulását szolgálja majd. Ezt a beruházást szintén a területi operatív program keretében nyerte el a város.